Augusztus 6-án kezdte el a felkészülés napi két edzéssel a legutóbbi szezonban negyedik helyen végző Máté Szalkai női kézilabda csapat. A játékosként továbbra is bevethető Vakarcs Krisztina irányításával az első időszakban a fizikai felkészítésen volt a hangsúly. A folytatásban aztán előkerült a labda is, sőt a Vitka és a Fehérgyarmat ellen már meccset is játszott az MMTK. A játékos edző elégedett az eddig elvégzett munkával, de mint mondta, van még mit tenniük a bajnoki rajtig. Egy kőkemény edzőtáboron vagyunk túl, és most már ráálltunk a napi egyedzésre. Itt már a lányok spinningen, illetve homokban való tréningen vettek részt. Én azt gondolom, hogy jól sikerült a felkészülés, de még nagyon sokat tennivalónk. A játékos keretben nem volt túl nagy mozgás, a kapus Jureska Kitti végleg távozott, érkezett viszont három új játékos a csapathoz. Három játékossal erősítünk. Most talán úgy néz ki, hogy úgy tudjuk kezdeni a szezont, ahogy szeretnénk, hiszen két kapust igazoltunk még a meglévő fiataljaink mellé. Egy korábban Debrecenben, Derecskén és most legutóbb Nyírbátorban védő kapust, és egy fiatal üdvöskét, aki gyakorlatilag tőlünk ment el, Bodó Pannikát sikerült visszacsábítani, aki részben az egyetemi tanulmányai miatt szüneteltette, részben pedig Kisvárdára igazolt el NB1-be, és onnan is igazoljuk most vissza. Emellett egy fiatal játékosunk, Drabik Panna is visszajött, debreceni játékos volt az elmúlt időszakban, úgyhogy ő is erősíteni fogja a csapatot. A csapat nagy része ezáltal ugye egyben van, céljaink között természetesen az szerepel, hogy a dobogón végezzünk, de hát minél fényesebben csillog az érem, annál jobb lenne, így a szakvezetésnek is ez volt az előzetes kitűzés és elvárása. A bajnokságot szeptember 15-én hazai pályán a Mezőkeresztes ellen kezdi a Máté Szalkai MTK. Az északkeleti csoportban Szabolcs, Hajdú, Borsod és Heves megye képviseletében 11 csapat küzd majd a pontokért.